Jó reggelt mindenkinek! Na, elkezdtek felszállni a gólyák. Úgyhogy itt állunk. Hű, Csekmece dombos részén. Sajnos most közelebb menni hozzájuk nem tudtunk, de azért így látszik, hogy mekkora a csapat. Elkezdtek felszállni. Itt is a jönnek-mennek, gólyák rendezkednek. És ott már kezd kialakulni a csapat természetesen. Kutyamód odébb mentek tőlünk, hogy véletlenül se tudjunk közeli képeket mutatni innen. Majd tudom, mennyi látszik ebből. Mára végre van élőnk, mert tegnap olyan hullafáradtság volt, mire ideértünk Isztambulba, átküzdöttük magunkat a bolgár-török határon, ami nem volt egy egyszerű hadművelet. Mire ideértünk, addigra már semmi erőnk nem volt ahhoz, hogy mi bármit is csináljunk. Azaz a tenger felé indultak, csak azért, hogy örüljünk neki. Na mindegy, hát itt azért egy körülbelül 150-200 darab már kering fönn a levegőben. Azt mondják a helyiek, hogy a domb mögött, mert ők körbe mentek most az előbb, de mi már nem volt hozzá lelki erőnk megcsinálni, mert egyszerűen újabb és újabb gólyákak szállnak fölfelé, ugyan a domb mögül. Oda nem tudtunk bemenni sajnos, de a többi meg már ott kezd forogni. Kezdenek összeállni, ahogy a levegő tekeredik fölfelé, mint egy örvény indul fölfelé a gólya csapat, hogy elkezdenek fölfelé termikelni. Mondják a helyi kollégák, hogy tegnapi nap folyamán kb. 10-12 ezer gólya ment át erre. Hát mára is hasonló mennyiségre lehet számítani. Azt mondták, hogy ez egy pici csapat, amit mi itt most megtaláltunk. Ezek azt mondták, hogy összesen körülbelül vannak 500-an, de egy 10 km-re odébb van egy-két nagyobb csapat, azok erre fognak átjönni. Úgyhogy lehet, hogy mi is azt fogjuk csinálni, hogy gyorsan megállunk, összepakolunk, beülünk az autóba, spuri le a tengerpartra, amerre menni fognak, tehát ahol elkezdenek a madarak erőből fölfelé keringeni, ahhoz, hogy elkeresztezzék a Márványtenger. Örülök, hogy mindenkinek ennyire tetszünk itt a út szélén a kamerával. Na mindegy. Szóval nem tudom, nagyon-nagyon remélem, semmit nem látok a fénybe a kamera visszajelzőjéből, tehát nagyon merem remélni, hogy ebből legalább valamennyi látszik. Nagyon-nagyon már a zoom határán van a kamera, így jobb talán valamivel. Na hát ő nekik most szerencséjük van, mert pont a fejük fölött mennek a madarak.
Most nem tudok kommenteket nézni, mert úgyhogy nem tudom, aki ír, ha kérdez valamit, most bocsi, de nem látok belőle semmit. Majd mindjárt megpróbálok ránézni. Ugye elnézem, lassan innen el is pakolhatunk, mert itt már csak a csókák maradtak. Fikretéknek a fejre fölött... Fikreték. Fikret und Hammerkutyerova. Ja, ja. They are up there and they see the storks just above their head. So that was the good decision to go up there, so we should go there. Okay. What time you estimate the other group to arrive? In 1 hour. Yeah, about 1 hour. About 50 kilometers. Yeah. We must go to Fikret on. Ah, to that place. Okay. Okay. A bász fogunk menni oda, ahol most a fikreték vannak, ott a domboldalon, ahol fölöttük mozog a csapat, az a csapat, mert körülbelül egy óra múlva fog ide érni egy másik nagy csapat, mondják itt a helyiek, és azt megpróbáljuk közelebbről fölvenni, mert most láthatóan ott termékelnek fel azon a részen. Mi meg innen egy lakópark kerítését belülről, mert itt volt út, mert itt keresgéltük körbe, reggel 6 óta megyünk körbe, keresgéljük a madarakat. Sajnos a halunak a jeladója Krajova óta néma csöndben van, tehát semmi jelet nem kaptunk tőle azóta, amikor azt láttuk, hogy közelít Krajovához. Azóta semmi új jelzés nem érkezett. Úgyhogy... most már csak annyit tudunk ezzel csinálni. Na, üdv mindenkinek! Most besétáltam ide a kamerának a látószerébe. Gondolom, hogy a hátfénnyel nagyjából semmi nem látszik belőlem, de most nem tudom átpakolni ennél okosabbra. Úgyhogy lassan most le fogunk állni, és egy óra múlva körülbelül jövünk vissza. Addigra ide ér az a másik csapat. Addig átcuccolunk arra a dombra, amit az előbb mutattam. Úgyhogy csak azhoz körbe kell menjünk egy pár kilométert. Most megtréfáltak minket a gólyák azzal, hogy nem ott voltak, ahol tegnap este leszállni látták őket, mert azon a területen reggelre valószínűleg megzavaratták őket még az este valaki, és emiatt átmentek. Van itt annyi szórt fény, tehát a városnak van annyi fénye, hogy a gólyák simán odébb tudnak menni. Mondjuk tapasztalatból tudom, hogy Szopi is simán repkedélynek évadján, úgyhogy ennek megfelelően kutyamód odébb tudnak költözködni. No, akkor most le fogom mindjárt zárni az élőt, elbúcsúzkodunk. Hogy itt ez a csodálatos szerkezet, ezen mindjárt jó kinyomom az egészet, és akkor utána egy óra múlva találkozunk megint. Úgyhogy kérem, nem tudok más csinálni, mindenki tartsa szemben a Burnmania-nek a idővonalát, amikor elkezdek itt adást csinálni, akkor egy visszaszámláló fog rajta menni. No, még az előbb félbe hagytam azt, hogy a halunak a jeladója Krajova előtt egy 70 kilométerrel még szépen bejelzett. Valószínűleg ott Krajova környékén, ahol mi aludtunk, ott körülöttünk egy pár kilométeres távolságban szállhatott le. Onnan nem jött több jel, de nálunk a kocsiban van egy ugyanolyan jeladó, amit csak tesztjelleggel hurcolunk magunknak. Az a jeladó is egészen idáig, míg Isztambulba ide nem értünk,
végig csöndben volt. Tehát Bulgáriában egy árva jelet nem adott, sőt Romániában is, tehát Rusze felé jöttünk, azon a területen olyan lyukak vannak a GSM hálózatban, hogy telefonálni sem tudtunk. Bulgárián belül pedig a térerő olyan gyenge volt, hogy esélyünk nem volt élőadást csinálni, tehát a internet olyan gyenge volt, hogy nem ment. Tehát, ezen a részén a dolognak valószínűleg még variálni kell valamit, mert ez így borzasztó, hogy ekkora, tehát ennyire a GSM rendszertől függ a dolog. Igen, tudom, volt, aki mondta, hogy ezért szarok ezek, és csak a műholdas az igazi. Egyetértek, annyi a különbség, hogy egy ilyen jeladó 80 ezer forintból kihozható, egy jeladós meg 1,5 millió forintból. Na most akkor, ha úgy gondolja valaki, hogy csak az a jó megoldás, gyűjtsön rá össze megfelelő mennyiségű pénzt. Fönt a hegy túloldalán hozzánk képest, na arról mi pont lemaradtunk itt. Szóval annyit tippelünk, hogy ha halujék megaludtak és reggel indultak tovább, akkor nagyjából ott Rusze és Várna között fél úton, ahol mi is megálltunk, ott szállhattak le pihenni. Ezt abból gondoljuk, hogy amikor a Hanl és Hank jöttek erre egy 10 nappal ezelőtt, ők ott szálltak le. Az ő jeladójuk bejelzett Burgasznál is. Burgasznál mi is láttunk gólyánkat, arról tettem ki a fotót, de azt nem tudjuk, hogy ki volt, lehetett a Nokedli is, meg lehetett bárki más gólya is. Ugyanis mondom, azóta, tehát több mint 2 napja nincsen jelünk a Nokedlitől. Jelenleg abban reménykedünk, hogy itt a környéken, hogyha ide él, itt azért elég erős a térerő, tehát itt van mindenhol, nem véletlen tudunk innen élőzni a semmi közepéről. Itt be fog talán jelentkezni a jeladója, és fogjuk látni, hogy hol van. Aztán persze lehet, hogy csak a hátának fogunk tudni integetni. Hoppá, most ment át a Boszporusz fölött. Szerbusznok kedvű, elmentél Afrikába. De az is benne van természetesen a pakliban, hogy valami baj történt vele, és azért nem működik a jeladója. Ez egy rémség ebből a szempontból. Talán jobb jeladó nélkül, ilyenkor mindig az jut eszemben. Jobb, ha nincs jeladó, mert az ember otthon elengedi, és bízik benne, és úgy hisz benne, de nem aggódik annyira, mert nem tudja követni, nem veri a víz minden alkalommal az, hogyha nincs jel. No, én tényleg elbúcsúzok most, találkozunk egy óra múlva. Sziasztok!